Listen, color, and it cries in a cradling mountain wind, and it drives. Stílus irányzatban idén is színes a kínálat az utcazenészek versenyén Egerben. Az 5. éve megrendezett eseményen több mint 200 előadó mutathatja meg tehetségét június 14-e és 18-a között. Vannak, akik egyedül lépnek fel, ahogy Komjáti Balázs is, aki egriként közel 18 éve zenél. Egész egyszerűen annyit várok, hogy az emberek jól érezzék magukat, én is jól érezzem magam, meg tudjam valósítani azt, amire számítok, tehát egy jó hangulatot, egy jó bulit, és ennyi, nem nyerni jöttem. A Sablona Falka elnevezésű együttes tagjai Miskolcról és Budapestről érkeztek a versenyre. Elmondták, dalaik középpontjában a családi összetartozás és a természetvédelem áll. Olyan dolgokról beszélünk a dalainkban, amik a hétköznapok problémái, és mindenki számára egyértelműnek kellene tűnnie annak, vagy egyértelműnek kellene lennie annak, hogy ezeket a problémákat meg lehet oldani, van rá megoldás, és nem is olyan nehéz igazából. Az utcazenészek versenye Egerben 1 millió forintos fődíjának sorsáról egy sajátos szavazórendszer dönt, az úgynevezett lájkérme. Bármelyik járókelő, vagy hát az egriek, hogyha a belvárosban vásárolnak, 1000 forintonként kapnak egy darab lájkérmét a kijelölt pontokon. 24-25 belvárosi kereskedő, illetve vendéglátós csatlakozott idén is. Ezeket mi piros strandzászlóval jelöltük meg. Tehát, hogyha ezeken a helyeken vásárolnak, akkor szavazó érméket kapnak. Ezeket az érméket azoknak az együtteseknek adhatják a járókelők, akik számukra a legszimpatikusabbak. Egy ezüst színű lájkérme egy pontot ér. Szakmai zsűri is segít az előadókat, akik aranyszínű érméket osztanak 10 pontért. A rendezvény 16 helyszínen zajlik, a belváros mellett idén a Nemzedékek terén is.